Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekményekről legtöbbször csak filmekben hallunk, ilyen lehet például a hamis tanúzás vagy a hatóság félrevezetése, azonban a valóságban is gyakori ez a probléma. A mai adásunkban erről beszélgetünk Resán Dalmával. Kezdjük is talán elsőként a hamis váddal. A jogállam működésének egyik alapvető feltétele, hogy az igazságszolgáltatás törvényesen és hatékonyan működjön. Éppen ezért fontos az, hogy büntetőeljárás csak valós alappal induljon, indokolt esetben kerüljön sor büntetőeljárás lefolytatására. A hamis vád esetén a törvény bünteti azt, hogyha valaki mást bűncselekmény elkövetésével hamisan vádol egy hatóság előtt. Természetesen ez azt jelenti, hogy nem szabad senkiről olyat állítani, hogy bűncselekményt követett el, anélkül, hogy ez igaz lenne. Ugye ebben az esetben a büntetési tétel az attól függ, hogy indítanak-e esetleg eljárást a megvádolt személlyel szemben. Elítélik-e ez alapján, a hamis vád alapján a megvádolt személyt, vagy ha olyan bűncselekmény elkövetésével vádolunk valakit, ami életfogytig tartó szabadságvesztés büntetéssel is fenyegetendő, akkor az tovább emelheti a kiszabható büntetés súlyát. Mennyire befolyásoló tényező az, hogy ez szándékosan elkövetett, vagy pedig gondatlanságból elkövetett? A hamis vád elkövethető szándékosan is és gondatlanul is. A szándékosság esetében tud arról az elkövető, hogy amit ő állít, az hamis, nem igaz, és tudja azt, hogy ez alapján akár büntető eljárást indíthatnak a megvádolt személlyel szemben. Gondatlanság esetén az elkövető lehet, hogy csak azt hiszi, vagy lehet, hogy igaznak hiszi azt, amit mond, de azért, mert elmulasztotta azt a kellő körültekintést, nem járta körbe a témát, nem vizsgált meg, tényleg úgy történt-e, hogy ő ezt állítja. A másik gyakori eset, az pedig a hatóság félrevezetése, amit még említettem. Hogyan tudja valaki félrevezetni a hatóságot, melyek egyébként a leggyakoribb esetek? Abban az esetben, hogyha nem konkrét bűncselekmény elkövetésével vádolnak meg valakit, akkor felmerülhet a hatóság félrevezetésének az esete. Ebben az esetben tipikusan ilyenek például a bombariadók. Betelefonálnak a hatóságokhoz, rendőrségre, hogy bombariadó van. Ugye ez egy ilyen telefon mindig azt eredményezi, hogy a hatóságoknak a helyszínre ki kell vonulni, időt, pénzt, energiát veszel a hatóságoktól. Mindez teljesen szükségszerűtlenül. Hatóság félrevezetése azonban csak akkor állapítható meg, hogyha a hamis vád nem állapítható meg. Ez azt jelenti, hogyha valaki konkrét szemét vádol meg valakivel, akkor már a hamis vádat állapítják meg. Ha viszont nem egyedileg meghatározható személyre tesz bejelentést, akkor a hatóság félrevezetése kérdése merülhet fel, illetve abban az esetben is, ha például önmagával szemben tesz ilyen bejelentést. Például, hogyha azt jelenti be, hogy neki otthon van egy lőfegyvere, kimegy a hatóság, rendőrség is megállapítja, hogy ez nem igaz, akkor a hatóság félrevezetését állapítják meg. Hogyha visszatérünk akár a bomba bejelentésre, akár hogyha önmagunk ellen jelentünk be valamit, milyen büntetésre lehet számítani ilyen esetben? A hatóság félrevezetését 2 évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti a törvény. Ezzel szemben a hamis vád egy sokkal súlyosabb bűncselekmény, mert akár 10 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. És akkor van még egy harmadik téma, amiről beszélhetünk, ez pedig a hamis tanúzás. Mennyire van egyébként szerepe a tanúknak? A büntetőeljárás során ugye a cél az, hogy bizonyítási eljárás lefolytatása végén a bíróság egy megalapozott döntést hozhasson a bizonyítékok mérlegelését követően. A tanúvallomásoknak ebben a bizonyítási eljárásban óriási szerepük van. Sokszor olyan információkhoz jut a tanúvallomások révén a bíróság, ami mással egyáltalán nem lehetne pótolni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ezek a tanúvallomások is a valóságnak megfeleljenek, a valóságot adják vissza a tanúk. Ez az oka annak, hogy amikor a bíróság egy tanút meghallgat a tárgyaláson, akkor először is figyelmezteti őt arra, hogy csak az igazat szabad vallani a legjobb tudomása és lelkiismerete szerint, mert a hamis tanúzást szabadságvesztéssel bünteti a törvény. Mi van akkor, hogyha esetleg a tanú meggondolja magát, bevallaná az igazat, ami tud, akkor mi tud ezzel kezdeni a bíróság?
hamis tanúzásról akkor beszélünk, hogyha tanú valótlan vallomást tesz, vagy a valót elhallgatja. Ugyanakkor a büntetése enyhíthető, hogyha az eljárás befejezéségű ezt a hamis tanúzást felfedi, tehát tájékoztatja a hatóságokat, a bíróságot arról, hogy ő hamisan tanúskodott. Tudunk esetleg említeni olyan gyakori eseteket, amit itt Nyíregyházán is lehet akár tapasztalni, hogyha a hamis tanúzásról van szó? Bírósági gyakorlatban azt mondhatjuk, hogy szerencsére a hamis tanúzással ritkábban találkozunk, mint esetleg a hamis váddal. A hamis tanúzás bűncselekményét azonban nem követheti el a ügynek a terheltje, illetve az sem, aki önmagát vádolná bűncselekmény elkövetésével, hogyha valósan nyilatkozna. És akkor még egy dolog maradt ki a végére, hogyha visszakanyarodunk egy kicsit a hamis tanúzáshoz, itt milyen szankciókkal lehet számolni? A hamis tanúzást is szabadságvesztés büntetéssel rendeli a törvény, 2 évig terjedő szabadságvesztés büntetés szabható ki. Köszönjük szépen az információkat, a tárgyalóterem következő részével jövő héten kedden találkozhatnak.